7. alkalommal rendezték meg idén a szépségnapot, azt az eseményt, ahol főként női hajléktalanokon segített meg annyi önkéntes fodrász, kozmetikus és pedikűrös. Ma került megrendezésre a 7. szépségnap Budapesten, a Válaszút házában. A különleges alkalom keretén belül önkéntesen dolgozott összesen 37 fodrász, kozmetikus, pedikűrös, illetve masszőr több mint 50 hajléktalan érdekében. Volt olyan fodrász is, aki egykor szintén a szálló lakója volt. A szépítkezés mellett személyes segítségnyújtással is készültek a szervezők a fedél nélkül maradtaknak, sőt még Gregor Bernadett is a helyszínre látogatott. A színésznő szépségápolási tippeket adott hölgy társainak, ezen felül az életük alakulásáról beszélgetett a résztvevőkkel. Örömmel és talán a családomból hozott empátiával csatlakoztam ehhez a különleges kezdeményezéshez, mert hiszem, hogy nőnek lenni minden helyzetben fontos és néha tényleg elég egy illatos krém és néhány kedves szó ahhoz, hogy jobb embernek érezzük magunkat, mondta Gregor. A nap folyamán a szálló lakói lehetőséget kaptak speciális munkaerőpiaci tanácsadásra is. Az esemény remekül sikerült, meg annyi fedél nélkül maradt nő távozott boldogan, megszépült külsővel, sok hasznos tanáccsal a helyszínről. Galéria igazi szépségszalont rendeztek be a hajléktalan hölgyek számára, rengeteg önkéntes dolgozott a szépségnapon. Gregor Bernadett és a helyszínre látogatott, még arckezelést is kaptak a rászorulók. A szépítkezés lelkileg is feltölti a nehéz sorsú hölgyeket, idén 7-jére rendezték meg a szépségnapot. Gregor Bernadett is besegített.